A Kreatív Iregszemcsei Fiatalok és Lokálpatrióták intézménye több mint két éve kezdte meg a közösség kovácsoló munkáját a településen egy igen fontos célkitűzéssel. Ebben a közösségben valami olyan dolgok tudnak születni, amik építő jellegűek lehetnek a falura nézve is, és a környékre nézve is. Tehát új szórakozási alternatívák kínálása leginkább a helybéli fiataloknak, de nem csak a fiataloknak, hanem 0-tól 99-ig, ahogy a társasjátékok borítójára is szokott lenni ez írva. Az általuk szervezett egyik legsikeresebb rendezvény a 24 órás társasjátékparti, amellyel másodízben mozgatják meg a környező településen élőket is. Közel 150 játék közül válogathattak az eseményen résztvevők. Februárban volt a legelső, még idén, de olyan, mint a tavaly lett volna, mert akkor még Covid időszak volt, és egy kicsit nehezítette ez a szervezést. Az egész úgy indult, hogy egyre több társasjátékot halmoztunk fel, tehát rengeteg olyan játékunk volt, amit nem tudtunk kihasználni, mert nem volt rá idő. Tehát az idő volt mindig a legnagyobb baj, hogyha általában itt voltunk a tetőtérben, akkor mindig az volt az a rendezvényeink záró programja, hogy ki lehet próbálni társasjátékokat. De nyilván abban a 2-3 órában egy maximum 2 rövidebb játékot lehet kipróbálni, és hát mi lenne, hogyha ezt kibővítenénk egy formális időintervallumra, és akkor legyen ez a 24 óra, ez egy nap, és ez alatt az egy nap alatt rengeteg sok játékot ki lehet próbálni, és azóta is folyamatosan növekszik az állományunk, a játékállományunk. Vannak gyerekjátékok, filler játékok, tehát ezek az ilyen párperces felnőtteknek való ilyen kis levezető, két fröccs között így el lehet vele lenni, és természetesen vannak ezek a heavy euro, ameri típusú 3-4 órás komolyabb játékok is, és erre egy külön termünk van a mai estén, ahol a vállalkozók kedvű vendégek ki tudják tölteni a 24 órát kettő játékkal is akár, de leginkább az újabb játékok a jellemzőek most nálunk, és szerintem ezért is egyedi a rendezvényünk, mert itt tényleg olyan játékokat lehet kipróbálni, amik jelenleg piacvezetők Magyarországon, és nehezen lehet hozzájuk jutni. A társashozni vágyók több helyiség közül választhattak a 24 óra alatt, ahol különféle játékok várták őket. Most szétosztottuk kisebb ilyen helyiségekre. Most ahol én állok, ez a chill room, jelenleg ez itt a legnépszerűbb. Chill room annyit jelent, hogy könnyedebb játékokkal, gyerekjátékokkal lehet ide beülni. A díszítés is ilyen nagyon kellemes hangulatú lett. Ezúttal is szeretném megköszönni Matus Hajnalka kolléganőmnek, aki ezt a gyönyörű és impozáns látványt megteremtette ebbe a terembe. Ahol most állunk, és velem szemben ez a dühöngő. A dühöngő alatt azt kell érteni, hogy itt olyan igazi, nem is csúnya szó, de ilyen agresszívebb játékokat lehet játszani, ahol az a győztes, aki minél többet tud a másikba rúgni, ilyen kártyajáték, a másikkal kicseszős játékokat, ahol nyugodtan lehet a másikat ütni, verni, és aztán ugye a harmadik terem, amit már említettem, ez a hardcore terem, itt pedig ilyen nagyon hosszú 3-4-5 órás játékokkal lehet játszani. Az esemény résztvevői közül többen érdeklődtek a komolyabb társas játékok iránt, amelyek sok gondolkodást és taktikázást igényelnek. Ezáltal akár 5-6 órát is igénybe vehet, mire a végére ér a játék. Mindig, mikor leülünk játszani, komolyabb játékokkal játszunk, és előre kell gondolkozni, különböző stratégiákat választani, és nekem ez egy ilyen agytréning, mellette meg társaságban vagyunk, szórakozunk és jól érezzük magunkat. Ez most egy elég összetett játék, ráadásul minden létező kiegészítőt összepakoltunk, úgyhogy így úgy tervezzük, hogy ez így körülbelül egy 4-5 órás játék lesz. A település polgármestere sem hagyta ki a rendezvényt. Öröm számára, hogy a fiatal szervezet kezdeményezései között a társasjátékozás is helyet kapott. A Kifli ezekre a dolgokra odafigyel, hogy ami esetleg régebben is, tehát most akkor beszéljünk a társasjátékról, ami ugye régebben is trendi volt, azokat visszahozzák, és ahogy látjátok ti is, azért nagyon nagy sikere van. Nekem az első is nagyon tetszett, úgyhogy hála Istennek ezeken a civil kezdeményezéseken, vagy ezeken a civil szervezetek által létrehozott programokon, hála Istennek mindig részt tudok venni. Iregszemcsén egyébként is aktívak a civil szervezetek, hát a Kifliről nem is beszélve. Hála Istennek, az első is nagyon-nagyon tetszett, ott nagyon sok korától tudtam renni. Remélem, hogy most is sikerül, úgy terveztem, és most itt maradok a végéig. A Kifli által szervezett rendezvények nem csak a helyieket mozgatják meg, ez alkalommal is többen érkeztek vidékről.
Először jöttem el ide barátnőmnek a tanácsára, és egyébként nagyon jól érzem magamat. Szerintem nagyon jó itt lenni, tehát ez egy nagyon jó kikapcsolódás. Azért szeretek ugye itt lenni, mert ugye jó társaság van, és a társasjátékok is vannak itt, nagyon jók. És hogyha mondjuk valamit meg akarok venni, akkor itt ki tudom előtte próbálni, hogy megvegyem. Ugye szerintem ez egy tök korrekt kis foglalkozás. A Kifli csapata ígéri, a jövőben sem maradnak a társasjátékok kedvelői program nélkül.